Sziasztok, megérkeztem Marmarisba a 2019-es törökröli világbajnokság helyszínére. Videót készítek az elkövetkezendő 4 napunkról, és bízom benne, hogy gyönyörű helyeket és látványos gyorsaságokat fogunk tudni megnézni. A hajókikötőből indul a rajtceremónia, és majd innen mennek át az első mért gyorsasági szakaszra. Péntek reggel meglepő dolog történt, az útviszonyok alkalmatlanok voltak arra, hogy felmenjünk bérelt autónkkal a szakaszig, azonban a szervezők erre is gondoltak, ingyenes jeepjáratokat indítottak egészen a pályáig. Gyorsaságig után a szervizparkba mentünk, útközben találkoztunk ismerős autóval. Itt vagyunk a szervizparkba, és most fogják letakarítani az autókat, most érkeztek meg a szakaszról! Nagy munkátokban a Hyundai 40 percük sem maradt, hogy megjavítsák a autóját. Mikor
Éjszakára az összes rally autó beállt a saját csapatához. Neville autóját pedig sikerült megjavítani. Rendkívül precízen és gyorsan dolgoztak a szerelők. A mai napunk a szervizparkban ér véget, holnap folytatás. Kiértünk a szombat reggeli gyorsaságira, ami 38 km, és a szakasz vége közvetlenül a tenger mellett helyezkedik el. Amint vége lett, indultunk is a következő gyorsaságira. Szinte végig a tenger mellett vezetett az utunk. Egészen különleges látvány volt. Ma is szétnézünk a szervizparkban. Röviden összefoglalva a szombati napot, eszméletlen körülmények között versenyeztek a pilóták és gyönyörű helyeken jártunk. Remélem, hogy a holnapi nap is hasonlóan alakul. Az utolsó nap szétnéztünk a VIP-ban, majd elmentünk az utolsó két gyorsaságira. Véget ért a 2019-es török rally, remélem sikerült átadni az elmúlt 4 nap történését. Innen a szervizparkból búcsúzok, sziasztok! Nincs itt üsz, Paris! Paris!